Hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök a szokásos szombati találkozónk, mint ahogy én ezt beharangoztam, hogy szokásom szerint teszem, hogy ki lesz a hétvégi vendég előadónk, hát amit láthatjátok, nem kell bemutatnom különösebben a PPA mesterkócs egyéb képzések által azért, ahogy ő is mondja, boldogság specialista, és szeretne sok olyan információt, tudást átadni mindenkinek, amire sokan azt hiszik, hogy már tudjuk, azt akkor jövünk rá, amikor ott vagyunk, hogy nem tudtunk semmit. De én itt ülök mindig mindenkinek, és mindig azt szoktam mondani, én mindenki mellett tanulok. Óriási lehetőség az mindenkinek, ha van rá hajlandóságra, hogy elfogadja a másiktól, akár tanító, akár mester, vagy bárki, az, hogy képes legyen arra, hogy elfogadó legyen. Ezeket a találkozókat, meg én úgy gondolom, Miklós, a tiédet is, csak akkor lehet hasznosan fogadni, ha befogadók vagyunk. Hát ha mindig azt keresjük, hogy mivel nem tudok egyetérteni, akkor igazából kár is elmenni. Mert én nagyon sok mindenem, mert nem az igazamat keresem, hogy meggyőzzem, hanem azt a részt keresem, amiben mindenkinek nekem egy üzenetem is, hogy azt a bizonyos hiányodat, azt a pázlődet rakd össze. És ugye már minden előadásban elmondom, lehet, hogy egyet kapsz, lehet, hogy százat, de egy életen keresztül mindenkinek fogod megkapni. De nem megyünk el, hanem otthon maradunk, vagy inkább választjuk a könnyebb változatot, hogy ez fogad, de mert ez érted van, neked van, csak érted vagyunk, aztán nézd meg, hogy milyen állapotban. Úgy látom, hogy a mostani elmúlt évek nagyon sok emberbe hoztak egy olyan ébredést, ami túlmutat azon, hogy ő felébredt, hanem most már érzékelni is akar. Na, ezt az érzékelést csak akkor fogja tudni mindenki jól kezelni, ha tudja, hogy mit érzékel. Na, ez a tudás, ez az ismeret. Ezek az intuíciók, meg kell tanulni azt, hogy a szellemed meg a lelked az nagyon-nagyon jó páros, csak ne az elmével rombold. Ne azzal rombold, hogy egós vagy, ne azzal rombold, hogy nem ezt hallottad, ne azzal rombold le ezeket a megérzéseket, hogy ó, hát én már túl vagyok azon. Amikor valaki azt mondja, hogy ő mindent tud, mert mindent túl van, akkor pontosan tudom, hogy nem tud sokat. Mert ha sokat tudnak, ilyet soha nem mondani, mert mindig tudja, hogy nem tudhat sokat. Egész életen át tanulunk mindenkitől. Mondani, aki meg akar vezetni, vagy be akar zárni egy bizonyos körbe, hogy csak annyit szeretnék neked átadni, amennyit talán éppen, hogy szükséges. De a mély értelmezését, az összefüggéseket, hogy egyáltalán te mitől vagy az, aki vagy, azt nagyon mélyen elzárják. Ezek az úgynevezett olyan tanítások, amiket én már nagyon régen szeretnék mindenki felé kinyitni, és a te megérzésed legyen az a kulcs, amivel oda is tudsz. Hívunk előadókat, mindig arra biztatom, azt mondd el, amit érzel és gondolsz. Azt tedd, amit érzel és gondolsz. De mindig a belső útmutatásodnak, a sugallatodnak, az intuíciódnak adj elsőbséget. Mert azt megteszed, akkor nagyon jó területre lehet menni. Hát ennek az intuíciónak az újabb állomása előttünk ma, itt szombaton, amikor egy olyan előadót hallgatok, aki ezt nagyon-nagyon érti, nem erőlteti. Mert a legfontosabb, a jó dolgokat sose erőltetjük, azokra ráérzünk. Amit erőltetnek, az nem értem van. Nagyon fontos. És így fogadjátok szeretettel, Szedlacsik Miklós. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát örülök, hogy ismét itt lehetek, hogy meghívást kaptam, és remélem, hogy tartalmasan fog eltelni ez a délután, ez az este. Beszéltél itt az intuícióról, a megérzésről.
Hát ugye ez egy velünk született tulajdonság. Tehát így született az ember, hogy vannak megérzései. És azt is tudjátok, hogy úgy születtél, hogy nincsenek negatív megérzéseid, csak pozitív érzéseid? Tehát születésünknél fogva nincsenek negatív megérzéseink, csak pozitív. Sőt, mondhatni azt, hogy születésünknél fogva csak érzéseink vannak. Tehát születésünktől. Nem tudom, tudtátok? Tehát egy csecsemőnek képzeld el, ha negatív érzései lennének. Fősen őne? Meghalna. Gondold végig. Ha megtudná, hogy hova születik, már távozna. Hát persze, nincs negatív érzése. És nincs negatív megérzése. Tehát akinek szokott lenni negatív érzése, vagy negatív megérzése, az tudod, hogy az nem így születtél. Az egy felvett tulajdonság. Tehát lehet egy ilyen tulajdonságod, hogy negatív érzéseid vannak, és negatív megérzéseid. Tudsz róla? Hát akkor épp itt az ideje, hogy tudjál róla, mert ez egy nagyon fontos információ, hogy az életed úgy alakult, onnan, hogy megszülettél, hogy kialakították benne. És ennek következtében lettek negatív megérzéseid. Most azt, de hogy nézzük meg, hogy hogyan is működik az elménk ezen a téren. Ez úgy működik, hogy nem tudom mennyire tudod, hogy minden gondolatunk teremtő erővel bír. Tehát minden embernek minden gondolata teremtő erővel bír. Ami azt jelenti, hogy ha negatív a gondolatod, akkor negatív. Ha pozitív a gondolatod, akkor pozitív teremtő erővel bírsz. Ami azt jelenti, hogy a negatív gondolat és a pozitív gondolataid, azok teremtenek, tehát ami azt jelenti, hogy létrehozzák azokat a történéseket, eseményeket, amire gondolsz. Az azt jelenti, hogy amikor negatív, az nem negatív megérzés, az egy nagy tévedés. A negatív megérzésed révén hozod létre azt a negatív történést, tehát a negatív gondolataid, érzéseid révén hozod létre azt a negatív történést, amire úgy gondolod, hogy az egy, na, de ugye, hogy megéreztem, hogy meg fog történni ez a negatív dolog. Nem. Negatívan gondolkodtál, és azzal elkezdted teremteni azt a jövőt, ami megvalósult. És sikeresen megteremtette. És sikeresen megteremtette. Érthető ez? Tehát gondold végig, tehát egy, nem úgy születtél, hogy voltak negatív gondolataid, negatív érzéseid. Na most megnézzük, ezért van az, hogy a gyereknél történik egy akár egy olyan dolgot, amit a felnőttek nem látnak. Tehát szellemlényeket mondjuk, mert ugye még nincs becsukva a harmadik szeme, és ugye megijed a dolgoktól, az olyan történésektől, amit nem ért, megijed, és ezáltal elkezd hozzá kapcsolni egy negatív, hez. Hiszen a megijedés, és az nem jó, az egy félelem, ha megnézed. Tehát az illető csecsemőként fél, mert megijed, és ahhoz hozzá kapcsol, ugye, egy érzést, mert hát érző a csecsemő is, egy érzést hozzá kapcsol, és akkor hozzá kapcsolt a félelemhez egy érzést, és ezáltal elindulnak az első negatív. És akkor így szépen az élet során történnek veled negatív dolgok,
megijedsz, félsz, fájdalom történik például, fizikai vagy lelki fájdalom, és ahhoz, mindenhez hozzá kapcsolunk egy érzést azonnal. Tehát az a fájdalom az egy nem mint érzés jött létre, hanem az érzést kapcsoljuk hozzá. Világos ez a fájdalomhoz. Az már egy érzés. Most az elsőkről beszélek, az első ilyen érzésekről. Nem tudom, világos-e. Utána pedig, ha történik hasonló dolog, akkor már van egy hozzá kapcsolt érzés, akkor onnantól kezdve már mondhatjuk, hogy van egy negatív érzésünk, mert hozzá kapcsoltuk ahhoz a fájdalomhoz az érzéseket. Érthető ez? Mondom, ha csak volna, hogy tele vagyunk azokkal a negatív érzésekkel, amik most van a felnőtteknek, akkor egyszerűen nem tudtunk volna felnőni. Tehát negatív gondolatok nem lehet felnőni. Hát én nem leszek képes járni. Én nem leszek képes beszélni. Én nem leszek képes arra, hogy megéljem a 10. életévemet. Szerinted az az illető megélni? Biztos, hogy nem. Tehát világos, tehát nem lehet így gondolni, mint az emberek, hogy lehet, hogy meg se érem. Hányszor hallottátok már ezt? Hogy lehet, hogy meg se érem. Egy kisgyerektől sose hallasz olyat, hogy lehet, hogy meg se érem. Hol hallottál ilyet? Hallottál ilyet egy gyerektől, hogy lehet, hogy meg se érem? Ez a felnőtteknek a szokása, ez a gondolkodás. Érted? A felvett szokás. Tehát itt vannak az érzések, és a megérzésekről. Tehát azok az emberek, akiknek vannak negatív megérzéseik, azok teremtik, az nem megérzés, az érzés, ami azt jelenti, hogy tudod micsoda? Egy negatív gondolat. Tehát az nem egy érzés. Tehát mikor azt mondod, hogy én azt érzem, hogy negatív dolog lesz, az nem egy érzés, az egy gondolat. Oké? És a magát azt a negatív eseményt, amit ugye ki gondoltál. És gondold végig, hány olyan emberre találkoztál már, aki azért van tele mindenféle frusztrációval, mert állandóan azt mondja, hogy ő neki fantasztikusan jó érzései, megérzései vannak. És gondold végig, milyen élete van egy ilyen embernek. Hát, hogy jó, nem, az biztos. Az biztos. És akkor van erre módszer, hogy lehet ezt megváltoztatni. Tehát, hogyha valakinél kialakult az, hogy ő neki a ilyen negatív dolgot, akkor, hogy ne boldogtalan legyen az életében, ne frusztrált legyen az életében, ugye kellene ugye használnia olyan módszereket, ami által megszüntetni ezt a fajta működést. Na most, hogy működik a negatív gondolkodás és a pozitív gondolkodás egyszerre. Mondok példát. Az én édesapámat ilyen 30 éves kora környékén megműtötték, kivették a lépét, mert vérzékeny volt. És így szüntették meg ezt a vérzékenységet, és akkor ezzel, hát olyan 30 évet élhet. Hát a 30 éves embernek a 30 év az annyi, mint amennyit már leélt. És ez nem tűnt kevésnek. Szerintetek mikor halt meg apu? 60 évesen. Így van. Így van. Így van. És sokszor mondta, hogy
hogy neki annyi, addig fog élni. Most itt programozom mindenki. Jó, hogy örülök, hogy ezt mondod most. Érted, szépen beprogramozta magának, előtte egy évvel elkezdett betegeskedni. De nem volt olyan betegsége, annyi volt, hogy ilyen hőemelkedés volt. Tehát ilyen folyamatosan hőemelkedése volt. Tehát nem több, csak hőemelkedés. És utána egy éven belül meghalt. Na szóval lényeg az, hogy az ember tanak ki magának ilyen negatív gondolkodást, hanem egy olyan környezetben nőtté volna föl, ahol a szülőknek már negatív volt a gondolkodása. Vagy ha nem ott, akkor később a barátoknak, a osztálytársaknak, a tanároknak, stb. A munkahelyen, a kollégáknak. Tehát az ember bekerül olyan környezetbe, ahol negatívan gondolkodnak emberek, és akkor szépen gondolkodóvá válik, mert hiszen egy alkalmazkodó lények vagyunk. Igazából, és onnantól kezdve ugye az ember úgy működik, hogy negatív gondolatai támadnak, és azt feltételezi, hogy ő milyen szuper ember, mert mindig megérzi előre a negatív történéseket. Na most szerinted melyik a jobb, ha a negatív történéseket érezzük meg előbb, vagy a pozitívat? Melyik a jobb? Maradjunk ennyiben. Tehát nincs, hogy megérezzük, olyan van, hogy teremtjük. Olyat csinálhatsz, hogy mit tudom, hogy megjósolod. Jósolni lehet. Tehát az vagy bejön, vagy nem tudod. Hát a jóslat az olyan. Akkor lehet olyat esetleg, hogy kapsz információt valahonnan a lelkedtől, vagy az Istenedtől. Kapsz információt az, hogy mi lesz. Az egy üzenet. Érted? Tehát a megérzés és az üzenet között óriási különbség van. Én pontosan tudom. Én rengeteg üzenetet kapok fentről, érted? És nem az érzéseimre hivatkozok és hagyatkozok, hanem a küldött információra. Tehát akkor nézzük, hogy alakul, onnan alakul ki ez az egész. Tehát egy olyan elménk, amire én azt szoktam mondani, egy nagy raktár. Tehát egy olyan raktár, ami másodpercenként 50 képet rögzít. Hanggal, szaggal, ha van ízlelés, ízleléssel, van tapintás, tapintással. Tehát az 5 érzékszervvel van rögzítve. Most gondoljátok végig, hogy ugye két részből áll. Van ez a nagy raktár, ez a bal agyféltekénkhez kapcsolódik, és van a jobb agyféltekénkhez kapcsolódó a tudatunk. De olyan önmagában, hogy tudat, szerinted létezik? Önmagában. Tehát hol van a tudat? Hol a tudat? Mi? Tehát mi az? Érted? Hol van az? Hol helyezkedik el? Hát azt tudjuk, hogy van agyunk, és a tudatunk a jobb agyféltekéhez kapcsolódik, de mi az, hogy tudat? Hát az állatnak is van agya, érted? És miért nincs tudata? Miért nem tud gondolkodni? Érted? Mert a tudat az a tudatosság, az a gondolkodás. Miért nem gondolkodik? Mi az, hogy gondolkodás eleve? Hát az azt jelenti, hogy van egy probléma, egy gond, és akkor azt megoldjuk. Gondoldás a gondolkodás. Tehát az állat nem tudja megoldani a gondját. Az tisztán ösztönlép. Az ember az, amelyik megoldja a gondját. De nem a bal agyféltekével oldjuk meg a gondjainkat, hanem a jobban. Tehát ami azt jelenti, olyan részünk, amire én azt mondanám, hogy isteni rész. Oké? Nem csak én mondanám, hanem ez biztos, hogy így van. Van egy isteni részünk.
Az isteni részünkkel gondolkodunk. De mi az, hogy isteni rész? Tehát ugye az emberen kívül még milyen lény tud gondolkodni? Földön más lény nincs. Földön kívüliek tudnak gondolkodni. Mondhatnánk azt, hogy isteni lények tudnak gondolkodni. Természet mondjuk az. De mi az, hogy isteni természet? Hát akkor inkább úgy mondjuk, hogy egy isteni lény. Milyen lény? Hát ezt léleknek nevezik. Ha benned nem lenne isteni lélek, akkor nem tudnál gondolkodni. Ugyanúgy élne, mint az állat. Ugyanúgy élni, mint az állat, tisztán ösztönlényként. Hát ezért, hogyha ugye valakinél ez problémát jelent, nem úgy működik a lélek, hogy ösztönlényként működik. De egyébként, ha megnézed, a legtöbb rossz állapotú ember nem tud gondolkodni. Tisztán ösztönlényként működik. Tud beszélni, tud egyéb dolgot csinálni, ellátja magát akármi, de nem tud gondolkodni, nem gondolkodik. Tehát az ember úgy működik, úgy találták ezt ki nálunk, hogyha van kellő hangulatunk, jó magas hangulatban vagyunk, gondolkodni. Ha nem vagyunk kellően magas hangulatban, akkor nem tudunk gondolkodni, akkor mint az állatok, ösztönlényként működünk. És ugye ez a fura itt az embereknél, hogy az embereknek ezt nem tanítják, és nem mondják. És nem is gondolják, hogy ez így van. Minden ember azt gondolja rossz állapotban is, hogy ő egy gondolkodó lény. Hát nagy tévedésben élnek az emberek ebben kapcsolatban. Akkor tudsz gondolkodni, hogy mit jelent a jobb állapot? Hogy nem jönnek negatív gondolatok, érted? Tehát amikor az embernek jönnek negatív gondolatok, akkor mitől lenne jó állapotú? Nem jó kérdés? Hát jó állapotban csak jó gondolatok jöhetnek, nem? Hát ami azt jelenti, hogy minél többször jönnek negatív gondolatok egy embernél, és minél jobban negatív gondolat, annál inkább ő nem jó hangulatú ember. Logikus, nem? Tehát egy jó hangulatú embernek jó gondolatai vannak. A rossz hangulatú embernek rossz gondolatai vannak. Logikus? És ez azt jelenti, hogy ha rossz gondolataink vannak, akkor abban mi a gondolkodás? Hol van ott gondolkodás? Gondolkodás. Az azt jelenti, hogy vagy egy jelenben, ott a jelenben vannak, azt mondja, hogy van ott idő, ott van egy dátum, ugye, az az idő, van egy hely, egy helyszín, egy hol, hogy hol vagy, vannak ott tárgyak, vannak ott esetleg emberek, és ott történik valami. Ha emberek vannak, akkor biztos, hogy történik valami. Tehát, hogyha te egy szobában vagy, mert nem csak a tárgyak vannak abban a szobában, és ahol egy ember van, ott történik valami. Oké? Tehát ott van egy történés. Na most ahhoz, ami ott van azon a helyszínen, azt ugye rögzítjük, a bal agyféltekén, mint nagy raktár rögzül, és onnantól fogva, hogy elrögzítette, hogy még egy érzést is az elménk. Ez az érzés, ez ha egy fájdalom, akkor ezt mi úgy nevezzük, hogy negatív emlékképként rögzül. Minden meg van jegyezve, minden. Az idő meg van jegyezve. A dátum ezen belül meg van jegyezve. Mik voltak ott a helyszínen? Meg van jegyezve, hogy kik voltak a helyszínen? És meg van jegyezve, hogy mi történt ott a helyszínen? Minden meg van jegyezve. És onnan mondom, ha ez ahhoz nem kapcsolódik fájdalom, az tök jó. Ha kapcsolódik fájdalom, akkor tudod, mi történik?
Az, hogy negatív emlékképként rögzül, tehát lelki vagy fizikai fájdalomról beszélek, és ha bármi hasonlatos dolog van az helyszínhez, ahhoz az időponthoz, tehát ott kezdődik, hogy időponthoz, helyszínhez, tárgyakhoz, amik ott megjelennek a helyszínen, személyekhez, akik ott megjelentek a helyszínen, és eseményhez, történéshez, ami ott a helyszínen történt, akkor az elme ezt a kettőt össze tudja kapcsolni. A bal agyféltekéről beszélek. Fogja, összekapcsolja, adja ki, hogy azt kell csinálni, mint akkor csináltál. Na, akkor kérdezem én, mi ebbe a gondolkodás? Hol van itt gondolkodás? Két esemény összekapcsolása van, a két esemény valószínűleg tök eltérő egymástól, a két helyszín is tök eltérő, de mondjuk stimmel a dátum. És az illető a dátum. Világos ez? Vagy stimmel mondjuk a helyszín, mondjuk ugyanaz a település, tételezzük fel. Tehát még nem is annyira a helyszín, csak annyi, hogy a település neve. És illető elkezdi ugyanazt csinálni, mert azon a településen van, akkor ugyanazt kell csinálni. Hol a gondolkodás ebben? Vagy mondjuk a szobába, vagy abban a házba. És az illető, mivel nem túl jó állapotú, ezért elkezdi ugyanazt csinálni. Vagy, mit tudom én, egyik se stimmel, de lát egy olyan tárgyat, amit ott megjegyzett. És amiatt az egy tárgy miatt elkezdi ugyanazt csinálni. Vagy lát, mondjuk a párjával van ugyanazon a helyszínen, érted? És mivel a párja ugyanaz a személy, akivel akkor is ott, semmi más nem stimmel, csak az, hogy a párja. És már össze tudja kapcsolni. Érted? Tehát így működik az elménk akkor, amikor nem vagyunk jó állapotban. Az összes állatnak így működik az elméje. Jó? Most nem a hangyáról beszélek elsősorban, természetesen, hanem mondjuk így egy kicsit fejlettebb állatokról. Jó? Tehát pont így működik az elméje. Összekapcsolás van, és azt kell cselekedni, amit a múltban cselekedtek. Tehát mondok példát, mit tudom én, a nyuszi egyszer meg van ijesztve az anyja révén, mert elkezdenek szaladni, utána minden hasonló esetben a nyuszi nekiralmodik és fut. Világos ez? Egyszerű a dolog. Ugyanezt csinálják az emberek, mikor rossz állapotban vannak. Mit jelent az, hogy rossz állapot? Hát ha jönnek negatív gondolatok, akkor nem vagy jó állapotban. Ennyi. Pofon egyszerű az egész. Mondom, ha jönnek negatív gondolatok, akkor nem vagy jó állapotban. Ha sok negatív gondolat jön, és nagyon rettenetes negatív gondolatok jönnek, akkor még rosszabb állapotban vagy. Érthető ez? Tehát ez viszonylag egyszerű ez a kérdés. És akkor itt vagyunk emberek, fogalmunk nincs a saját elménk működésében, hogy van egy jobb oldali része, ami mit sem érne, ha nem lenne egy lelkünk. És ugye összekeverik az életerőt, életenergiát a lélekkel sokan. Főleg spirituális körökben ezt összekeverik. Más az életerő, életenergia, meg más a lélek. Az egy felsőbbrendű lény, energia lény. Tehát egy felsőbbrendű energia lény. Ami teljesen páratlan. Ami azt jelenti, hogy a bolygón csak nekünk van. Csak nekünk. És úgy keverik össze, hogy
hogy ez mintha ez a kettő, az életenergia és a lélek az egy lenne. Tehát amikor mondjuk meghal az ember, akkor ugye azt mondják, hogy hány grammal lesz kevesebb, mert így van. És nem tudom, hogy néz, hogyha mondjuk meghal, megdöglik egy állat, ugye az nem meghal, hanem elpusztul, vagy megdöglik, akkor, mert úgy csak az ember hal meg, akkor vajon ott mi történik? Én úgy tudom, hogy semmi. Tehát ott nem történik semmi. Tehát ami azt jelenti, hogy nem lesz könnyebb az állat. Mondjuk egy kutya elpusztul, akkor nem lesz könnyebb. Na most, ugye akkor van a lelk, de lehet, hogy ez, ha nem vizsgálták, akkor lehet, hogy az életenergiának a súlya, ha az állatoknál is van egy könnyebbedés. Mondom, nem tudom, hogy ez hogy van, mert eznek nem néztem még utána, hogy most az állatoknál vizsgálták-e. De lényeg az, hogy nem tudom, tudod-e, hogy mekkora ez a születésünknél fogva ez a lélek. Borsonyi. Nem borsnyi, borsonyi. Tehát borsonyi. És nem tudom, tudod-e, hogy mitől nő. A legtöbb embernek jelenleg is borsonyi. Tehát körülbelül akkora lelke van, tényleg, mint ahogy született. Annyi. De tényleg a legtöbb embernek annyi a lelke. Borsonyi. Tehát a léleknek van egy térfogata. Tudod, mi a lélek? Egy fénygömb. Tehát amikor fotóznak, és ilyen fénygömböket látnak ott a fotón, mert néha a fotó vagy a videó ilyet elkap, akkor ez egy lélek volt. De ott általában nagyobbak, nem ilyen kicsikék. Az azt jelenti, hogy nem emberi lélek, hanem egy felsőbbrendű lénynek a lelke. Tehát ugye nem véletlenül ugye a fénnyel sokat kapcsolják össze magát a lelket. Fény. Ugye ki is mondják, hogy fénylény. A fénylény azt jelenti, hogy egy fénygömb a lelkünk. Egy energia lény. Szó szerint lény. Méghozzá egy halhatatlan lény. Maga a lelkünk egy halhatatlan energia. Élete, tehát élő energia. Tehát ugye egy kivételes dolog, mert ez az energia, ez él. Tehát él. Tehát egy élő lény, csak energia lény. Nem anyagból lévő lény. Más, ha megnézzük, hogy van-e ilyen, ami láthatatlan és lény, hát a lelken kívül olyan van még, ami nem lélek, de hasonlít a lélekhez, ezt úgy hívják, hogy démon például. De az ugye nem egy lélek. Na szóval lényeg az, hogy annak hatására nő, hogyha olyan információkat gyűjt magába, ami hasznosítható az életben és az emberek között. Tehát az emberek javára hasznosítható. És minél több az ilyen információja, ami az élettel és az emberekkel kapcsolatos, a fénylény, az energia, energia lény, ami bennünk van. Amit úgy hívnak, hogy lélek. És annál nagyobb teret tölt be az univerzumban. Tudja, az a feladat, vagy az lenne a feladat, hogy úgy hagyni el ezt a földi létet, hogy jócskán megnöveltük magát a lelket. Oké? Okay? Na most ezért is fura egy kicsit, mikor ugye azt mondják, hogy mikor valaki meghal, akkor mindenkinek ugyanaz a garam száll ki belőle,
Mert hogy szállhatna ki, mondjuk, hogyha az egyik egy borsonyi, a másik meg mondjuk egy futballlabdányi. Az egy futballlabdában elfér elég sok borsó. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor hogy lehet azonos a súlya? Gyakorlatilag igazából nem lehet. Ha az mondjuk az életereje szállt ki, akkor az viszont van más élőlényben is. Világos ez? Amikor kimegy belőle az életerő. Csak lehet, hogy sokkal kisebb mértékegységgel lehetne mérni. És ugye nem biztos, hogy egy fának a életenergiáját, mikor kimegy belőle, akkor azt meg tudnák mérni. Szóval az, hogy ugye az ember elgondolkodtat ilyeneket. Én sokszor felvetek olyan dolgokat, ami ugye, amit mondanak, az abszolút nem logikus. Tehát most gondold végig, itt vagyunk mi emberként, és van bennünk egy lélek, amely honnan származik. Tudjátok, honnan származik a lelked? Tehát a tested azt tudod, hogy honnan származik, hogy tisztán biológia. Onnan indul ki, hogy apukád meg anyukád összerakta, ami a volt. És akkor anyukádban kifejlődtél, tehát gyakorlatilag a biológiai dolgait. Na, onnantól kezdve apu már nem sokat adott hozzá. Gyakorlatilag semmit. Jó, de tehát anyukádból fejlődtél ki. Tehát ezért van az, hogy például valaki, mit tudom én, elkezd terhesen koplalni, akkor lehet, hogy a gyerek is megsínli ezt a kérdést. Tehát ha nem víz be elég dolgot, akkor ilyen feljölődési akár. Na most ezt tudjuk, mert ezt tanultuk. De mi van a lélekkel? Az honnan van? Honnan van az emberi lélek? Isten? Isten? Isten darabja. Hát jó, te már tanultál nálam. Tehát lényeg az, hogy ugye hát ez ugye furcsaság, mert a világegyetemben minden lélek az közvetlen szoros összefüggésben, rokonságban van egymással. Közelebbi rokonságban, mint mondjuk egy iker. Mert az, a két iker az nem teljesen azonos. Mert más a szívük, gondold végig, más a lábuk, más a kezük. Inkább olyan, mint a szijámi ikrek. Érted? A teremtőből származunk, és a teremtő osztotta meg önmagát. Csak a teremtőnek a lelke az óriási, tehát az hatalmas, a mi lelkünk meg csak borsonyi. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki onnan indult, hogy volt egy lelke, amit a teremtő magából adott. Tehát ha megnézed, az anyából fejlődik ki a gyerek, de mégis más. Érted? Lehet, hogy még a vércsoportja is más, mint az anyának. Tehát mégis más. Na most a lélek, amit a teremtő megosztott magából, az mindenki számára ugyanaz. Tehát nem? És mindenki annyira közvetlen rokon, hogy a te lelked meg az én lelkem az azonos. Tehát most gondold végig, ez olyan, mint hogy van egy hús, amit felszeletelsz. De akkor is ugyanarról a húsról beszélünk. Az nem egy másik hús. Csak egy kisebb darabja. Az a nagyobbból lett kivágva. Érthető ez? De az nem másik hús, az ugyanaz a hús.
Tehát a gyerek az nem ugyanaz a hús, mint az anyja. Még az is lehet, hogy az anyja, mit tudom én, fehérbőrű, a gyereke meg már félvér. Érted? Félig barna, fekete vagy barna. Érted? Mert az apja más volt. Szóval lényeg az, hogy más színű. A gyerek nem azonos az anyjával, de a lelkek azonosak. És akkor itt harcolgatnak a lelkek egymással. És ugye úgy kezdődik az egész, hogy ugye régen holdultak a harcok a csatamezőn. Most holdulnak a harcok? Otthon. Otthon. Családban, nem? Most otthon harcolnak az emberek. Ebben a csatában, nem tudom, mert akkor nem. Ha nem éreznék jól, akkor nem csinálnák, nem? Hát gondold végig, ha az ember gondolkodik, akkor végig gondolja azt, hogy a harc az nem túl jó. De mégis csinálják az emberek, nem? Hát akkor csak szeretik, ha csinálják, nem? Hát amit nem szeretsz, azt szeretsz, de szereted csinálni. Nem, akkor miért csinálod? Na mindegy. Szóval egy olyan világban vagyunk, ahol ugye most meg otthon folyik ez a háború, úgy, hogy a lelkünk az, az nagyon közvetlen, a legközvetlenebb hozzátartozó, ami csak létezhet. Tehát ennél közvetlenebb hozzátartozó nincs, mint két embernek a lelke. Na most, itt vannak a lelkek, és akkor elérték az embereknél, hogy harcoljanak egymással. Nem harcolnának. Mi az, hogy maguktól? Hát azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk, születik két vadidegen ember. Érted? Vadidegen ember. Az azt jelenti, hogy két csecsemő. És a két csecsemőt fogod egymástól, egymás mellé fekteted. Az a két csecsemő nem kezd el háborúzni egymásni, egymással. Bárhol él, így van, bárkiről van szó. Az nem kezd el harcolni. Az tulajdonképpen lesz egymással. Ez az alap kiinduló pont. Érted? Még akkor is, hogyha még az érzékelésük még nem alakult ki teljesen, akkor is tök jó el lesznek egymással. Ha egy, már kialakult az érzékelésük, akkor meg végképp el lesznek egymással, mert már érzékelik is egymást. Érted? Tehát itt vagyunk mi emberek, és úgy indultunk, hogy tök jól el vagyunk egymással, és akkor ezzel szemben felnövünk, és már nem vagyunk jól egymással, nem? Miért? Hát és gondold végig, hát van egy fajta automatikus működés. Egy olyan automatikus működés, amit ugye a gyerekek generálnak. Mutatja a működést, hogy mennyire szeretik egymást. Tehát gyakorlatilag feltétel nélkül. Nem számít milyen bőrszínű. Semmi nem számít, érted? Szeretik egymást. És ez a szeretet hova lesz? Hova lesz ez a szeretet? Nem magától múlik el, óriási tévedésben vagyunk. Elmulasszák. Elmulasszák. És itt egy kérdés van. Ember mennyire hagyja, hogy elmulasszák ezt a szeretetet? Érted? Világos ez? Mennyire hagyják, hogy elmúljon, vagy megmaradjon? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy milyen környezetben nőttél föl. Szüleid mennyire szerették egymást? Mennyire mutatták ki, hogy mennyire szeretik egymást? Vissza tudsz rá emlékezni? Hát ha nem mutatták ki eléggé, vagy nem szerették egymást, ebből az, tehát, mert ugye vannak olyanok, akik szeretik egymást, csak nem mutatják ki. Miért? Meg gátlásosak. Vannak olyanok, akik azért nem mutatják ki, mert nem szeretik eléggé egymást. De ugye ez két különböző terület. De ugye az a legjobb, hogy ki is mutatják, meg szeretik egymást, nem?
Na most a szülők mennyire mutatták ki a szeretetet? Kinek? Mennyire? Utána elszakítottak a szülőktől, akár a szülő szakított el, óvoda, vagy bölcsőde ne tántán. Ugye már legtöbb gyerek már bölcsődébe megy. Manapság. A bölcsődébe mennyire szerették? Ki? Hát a felnőttekről van szó. Hát a felnőtt a gyereknek. Nem egy másik gyerek elsősorban a minta, hanem a felnőtt. Felnőtt, mert felnéz rá. A másik gyerek nem tud felnézni, mert azonos magasságban van vele. Világos ez? Tehát arra tud felnézni, aki felnőtt, aki nálánál magasabb. Tehát ezáltal ugye ki az, aki befolyásolja elsősorban, akire felnéz. És ugye kik voltak ott a nagyok a bölcsödében? Hát a gondozók. Utána kik voltak nagyok? És ugye kérdés az, hogy mennyire szerették. Tehát nem csak a szülő hat ebben a kérdésben az emberre, hanem az is hat, akivel együtt van. Hát most gondold végig, hát lehet, hogy az óvodában többet van az óvónővel, vagy az óvónő közelében, mint a szülővel otthon. Magyarul nagyobb befolyással bír, mint a saját szüleje. Akkor utána nézzük meg az iskolát. Van az iskolában, mint otthon, a szüleivel. Nem? És az ember olyan, hogy a környezete hatása alatt áll. Tehát a környezet az, ami leginkább alakítja az életét, és befolyásolja őt természetesen. És akkor gondold végig azt is, hogy ezek az időszakok hogy történtek a te életedben. Én visszaemlékezve, éppen nemrég meséltem, hogy én ezek ellen folyamatosan lázadtam. Tehát én lázadó voltam az óvodában is, bölcsődében nem jártam, hála Istennek. Lázadó voltam az iskolában is, még a katonaságnál is lázadó voltam. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy én folyamatosan lázadtam az ellen, a működés ellen, amikor azt láttam, hogy nem igazságos az a működés, vagy azt láttam, hogy nem. Érted? Én folyamatosan lázadtam azok az emberek ellen, akik a szeretetüket nem mutatták ki. Érted? És ez végig megvolt, visszaemlékezve, én simán visszaemlékszem az óvodás koromra is. És sőt, még az az előtti koromra is, még a kiságyas koromra is visszaemlékszem. Tehát, tudod, a rácsos kiságy. Tudod, ami volt régen. Arra is visszaemlékszem. Tehát lényeg az, hogy mi emberek ugye annak a kapcsán vagyunk olyanok most, amilyenek vagyunk, hogy mit éltünk meg gyerekkorban. Tehát miket éltünk meg? És ugye most csak úgy kérdezném. Ugye én mondtam az előbb, hogy én lázadoztam az ellen, és lázadoztam olyan emberek ellen is, akik nem szerettek, hanem mondjuk kicsesztek a másik emberekkel. Érted? Na most a legtöbb ember én azt láttam, hogy nem ezt csinálja. Tehát én gyerekkoromban azt láttam, hogy a többiek nem ezt csinálták. A többiek elfogadták azt a helyzetet, ami volt. Érted? Mit jelent? Minél jobban elfogadja az ember a rosszat, annál jobban beleszokik a rosszba, nem? Logikus, nem? És annál inkább az lesz a természetes, a rossz, nem? De én ezt nem fogadtam el sose, én mindig lázadtam ellene. A rossz ellen. A jó ellen sose, csak a rossz ellen. Emberek nagyon nagy része nem csinálja ezt.
Nem is csinálta sose? Tehát a seregben nem sokan voltunk, mert 160-an voltunk a laktanyában, én voltam az egyedüli, aki lázadt a rossz ellen, lázadt az elnyomás ellen. Senki más? Mindenki a háttérben morgolódott, de senki azon kívül nem csinált semmit, érted? Én legalább csináltam. Jó, szívtam is miatta, de az egy dolog. Érted? Tudod végig, hogy itt van egy olyan világ, amiben szépen belementek az emberek, és szépen hozzászoktatták őket, hogy tűrjék az igazságtalanságot. Érted? És akkor felnőttként is morognak, de simán tűrik az igazságtalanságot. És akkor mit gondol a legtöbb ember most, aki engem hallgat? Hát jó, de hát mit tehetek? Nem? Kicsi vagyok. Mit tehetek? Hát a saját életedért baromi sokat. Hát azért mindenki tehet. Vagy nem? Hát olyan ember nem, nincs, aki nem tehet a saját életéért. Hát azért tartasz ott az életedben, ahol tartasz, mert olyan vagy, amilyen vagy, és oda juttattad saját magadat, ahol vagy. Ez ilyen egyszerű. És ez mindenkire igaz, kivétel nélkül. Mindenkire. Ki gondolja az egészet, van-e olyan az életedben, amit másként csinálnál a mai fejjel? A múltban? Na, én meg azt mondom, hogy nekem nincs. Nem vicc, komoly. Nekem nincs, amit másként csinálni. Tehát én ugyanazt csinálnám végig, amit csináltam. De mondom azért, mert az én életem, én azt láttam, hogy másabb. Ebben is az van benne, a horoszkópomban is az van benne, hogy képes föllázítani az embereket és a világot. Érted? Az ellen, ami van. Nem a jó ellen, hanem a rossz ellen. Tehát ott van benne. Tehát mind a kettő. Miért beszélek erről? Tehát én nem akarok senkit föllázítani. Avval az élettel kapcsolatban lázítanám föl önmagadat, amiben élsz. Csak önmagadat, magaddal szemben lázítanám föl. Tehát nem másokkal szemben, mert azt az életet valamilyen szinten azért fogadtad el, mert azt gondolod, hogy az a jó. Szabad mondjuk az életed. Mennyire a saját magad ura vagy? Érted? Mennyire? Mennyire csinálod azt, amit szeretsz? Miklós azt csinálja, amit szeret. Miklós saját maga ura. Érted? Többieket kérdezem, nem is Miklóst kérdezem, a többieket. Vajon azt csinálod, mit szeretsz? Abból élsz, amit szeretsz? És miért nem? Tehát én nem azt mondom, hogy rögtön az ember ezt meg tudja csinálni, hogy kijárja az iskolát, és akkor azt csinálhatja, amit szeret, érted? És egész életében úgy élheti az életét, hogy azt csinálhatja, amit szeret. És megél belőle bőven és boldog. Érted? De hiányzik a törekvés is az emberekből erre. Tehát a törekvés is hiányzik. Mintha kiölték volna. Tehát én már nem vagyok fiatal, érted? Betöltöttem a 61-et, ha jól számolom. Érted? De én már továbbra is ott van a törekvés, hogy szabad, békés, boldog élet. Érted? Ott van. És mindig is ott volt, mindig mi ott az eszemet tudom. És én azt látom, hogy az emberekből ezt kiölték. Még sokan fiatalként még ott van bennük. Azt... Tehát gondold végig. Feltétlenül a hatalom fogyasztó mániáját kell kiszolgálni. Feltétlenül ugyanúgy kell működnöd, ahogy a nagy többségnek.
Hát most gondold végig, éppen itt beszélgettük előtte az oltás kérdést. Hát Magyarországon az emberek többsége beoltatta. Már a szomszéd is. Meg a másik szomszéd is. Meg a ez is, meg az is, meg az is. Ezért ő is. Fontos így élni. Fontos ugyanazt csinálni, ugyanazokat a hülyeségeket, amit többi. Na most gondold végig, ma Magyarországon azt mondanák, hogy hónaptól nincs nyugdíj, de nincs alkalmazotti fizetése. Hány ember halna éhen egy éven belül? Tehát hány olyan ember van, aki a saját maga ura? Érted? Aki saját magának az élet, saját életét a saját kezébe tartja. Érted? Hány? Hány százalék? 0,1%. Mondod végig. Kiszolgáltatottak. És kiszolgáltatottak vagyunk. Így van. Tehát az része kiszolgáltatott. Tehát a vállalkozók is ide tartoznak. De a vállalkozók nagy része is kényszervállalkozó. Tehát egy olyan, és ezt elérték a lélekkel, érted? Hogy a léleknek szabad, tehát gondold végig, ugye beszéljünk akkor egy kicsit a lélekről. A lélektőből származik. És az utolsó lélekteremtés az 1,5 millió éve volt. Tehát a te lelked az valószínűleg évmilliárdos. Érted? Évmilliárdos. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy itt eltöltöttél abból x évet, a legrosszabb esetben 1,5 millió évet töltöttél el itt a Földön, ugyanis 1,5 millió év ezen a bolygón. Nagyon érdekes azóta, mióta a lélekteremtés megállt. És tehát max 1,5 millió évet tölthettél el itt, de a legtöbb ember nem 1,5 millió évet töltött el. A legtöbb ember az pár életet töltött itt el, pár életet. Na most onnantól kezdve mennyi évet eltöltöttél máshol? Tudod, mit jelent a szabadság? Az azt jelenti, hogy a lélek úgy közlekedik a világegyetemben, hogy azt gondolja, hogy én most annál a csillagnál leszek, és már ott is van. Érted? A léleknek nincs időintervalluma a közlekedésre. A gondolat sebességével közlekedik. A léleknek a közlekedését nem kell semmivel sem támogatni. Űrhajó. Érted? A lélek fogja és átugorja a teret. Úgy, ahogy van, akár mekkora térről van szó, fogja és egyik pillanatra a másikra átugorja. Na most ehhez képest a szabadságod az hol van? Most akkor nézzük, a lélek arra képest, hogy nincs szüksége élelemre, nincs szüksége vízre, nincs szüksége levegőre, tehát levegőre, nincs szüksége. Nem fázik, és nincs melege. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a lélek így átmegy a napon, és semmi baj nem lesz. Az bármilyen anyagon így átmegy, és semmi baja nem lesz. Érted? Akármilyen hideget el tud viselni, semmi baja nem lesz, meg se érzi. Tehát nem tudja, a lélek nem tudja, mi az, hogy hideg, mi az, hogy meleg. Érted? Mert eszes, de mint érzékelés, nem érzékel, érted? Tehát nincs hideg érzete, meg meleg érzete. Most, és ehhez képest gondold végig, hol vagy szabad, hol vagyunk szabadok? Hol? Érted? Ide vagyunk kötve, ugye ehhez a bolygóhoz, amivel igazából semmi gond nincs. Sok mindent ki tudunk próbálni a évben, amit élünk. Érted?
És akkor fogjuk azt visszainkarnálódunk. Nem? Ezt csináltuk. Ezt csinálja a legtöbb ember. Fogja azt visszainkarnálódik. Ugye most már 4 év ez a visszainkarnáció. És előtte ugye még a múlt században 13 év volt. Ott elég hamar, átlagosról beszélek, ami azt jelenti, hogy na most, de mennyire szabadok az emberek? És mi tettük magunkat rabszolgává, vagy szolgává? Hát nem szabaddá. Hát igazából mi választottuk ezt, nem? Tehát nem mi tettük magunkat, hanem a környezetünk tett ezzé. De azt mondtuk, hogy elfogadjuk, választottuk. Jelent a, ugye azt mondom, hogy lázadás. Hát az, hogy nem ezt akarom, hanem ezt. Ezt jelenti a lázadás, érted? És ezért teszek, hogy ne ez legyen, hanem az. Ezt jelenti. Érted? De az nem azt jelenti, hogy akkor főborít az ember mindent, tehát, és mert gyűlölködő vagy haragos, és akkor mindent fölborít. Hanem azt mondja, hogy ez így nem jó. Meg tudja határozni, hogy miért nem jó, és az, amit szeretné, és azt is meg tudja határozni, hogy az miért jó. Érted? A legtöbb ember mit csinál? Beletörődik. Miért jó az, hogy beletörődsz mindenbe? Az más, hogy elfogadsz dolgokat. A beletörődés és az elfogadás között óriási különbség van. A legtöbb ember nem elfogadó, hanem beletörődő. Például azt mondja, hogy hát volt már rosszabb is. Vagy azt mondja, hát csak rosszabb ne legyen. Nem? Az emberek. És miért jó ez neked? Tehát miért nem akarsz az lenni, amiért idejöttél? Tehát ugye van egy alapvető dolog. Ugye ez a lakosság körülbelül 4% a bolygón. 4%. Tehát a 4% az ilyen spirituális indítatású. Oké? De csak 4%. Nagyon kevés. Így van. És ez a 4%, ebben van egy olyan érzés, a 4%-ban ugye az emberekben van egy olyan érzés, hogy én nem az vagyok, mint a többi. És hát jó lenne valamit tenni, ha másokért sokat nem tudok, akkor legalább magamért. És akkor ugye mit csinálnak az információra? Tehát milyen információra? Nem a hírekre, ami a médiában jön természetesen, hanem ami nem jön a médiából, pont azokra. Érted? És nyilván az egy elég széles paletta, ami nem jön a médiából, és ott is van sok megtévesztés természetesen. De ugye azokra az információkra, amit nem tanultunk, nem hallani róla, csak feltételes módban beszélnek róla ezek, és sem beszélnek róla. Sőt, sokan még ugye meg is mosolyogják, hogyha ilyen dolgokról van szó. Azokat, akiket érdekel ilyesmi. És akkor ugye ez a 4%. Na most gondold végig, ez a 4% azért van, de ugye ha megnézed a 100%-hoz képest, a 4% az ugye 1/25. Tehát ami azt jelenti, hogy 25 emberből egy. A 4% az nagyon kevés. De a 25-ből egy, az nem kevés. Nem? Hát gondold végig, minden 25. ember az elég sok nagy szám a bolygónál, ilyen több mint 300 millió. Nem kis szám. Ugye 8 milliárdnál az 3,2, vagy illetve 320. Az egy nagyon nagy szám. Hát a legnépesebb országok egyike már 320 milliós, érted? Mondjuk a harmadik legnépesebb ország a bolygón, az körülbelül ekkora létszámmal bír. Érted? Tehát
Az azt mondom, hogy nem, nem kicsi. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor ez nem kevés. Ha azt mondod, hogy 4%, akkor az nagyon kevés. De minden 25. ember, az nem kevés. És 25. ember arra hivatott ezen a bolygón, hogy hasson azokra, akik nem ilyenek. Érted? Milyen értelemben? Hát most gondold végig, minden ember úgy született, hogy megvolt a harmadik szeme. Ami azt jelenti, hogy földön túli érzékelésre volt képes. Önnek vannak földön túli érzékelései. Itt egy kérdés van, milyen hamar besztél ezt az érzékelést. Na most, ez azt jelenti, hogy elveszti ezt az érzékelését, és hát, hogy visszaszerezze. Abban kellene segíteni az embereknek, érted? Tehát mit jelent a visszaszerzés? Hogy az egy visszaszerzés, hogy mögé néz a dolgoknak. Tehát történik. Úgy látszik, ez történt. Igen, de mi van mögötte? Na miért? Mi van mögötte? De miért is történt az a dolog, érted? Mi van az egész mögött? Ma az emberek mit néznek? Azt, amit látnak. Azt, amit érzékelnek, vagy hallanak. Azt. De mi van mögötte? Az egész mögött mi van? Érted? Nem néznek mögé a dolgoknak az emberek. Mi történik? Hazugságokat elfogadnak. Vagy nem? Megvezetik. Teljesen. Megvezetik. Az azt jelenti, hogy a hazugságokat tényként kezelik. Érted? A hazugságokat. És úgy élik az életüket, hogy fogják, és a hazugságok, azok mivel tények az ő számukra, ezért úgy élik az életüket. Végig. Itt van az anyag. Nézd körül a környezetedbe. A legtöbb ember a anyagot szolgáló módon él. És mi van a lelkével? A lélek az nem anyag. Az egy értelmes energia. Érted? Mit csinálnak? Mivel táplálják? Mivel gondozzák? Mivel gondoskodnak a lelkükről? Esetben. A lelkükről meg... Inkább csak a testről. Lelkükről semmi. Mi? És gondold végig, ha nem lenne lelked, nem tudnál gondolkodni. Tisztán ösztönlény lennél. Érted? Akkor a lélek az időtlen. Ami azt jelenti, hogy nincs olyan... Tehát végtelen élettartammal rendelkezik. Na most, óriási információ fogadására képes. Óriási. Tehát ami azt jelenti, hogy képzeld, a lélek arra képes, hogy nem felejt. Tehát a lélek nem feledékeny. Érted? Tehát bármikor hozzájut bármilyen információhoz, na most, a léleknek ugye, mint mondtam, mire nincs szüksége, tehát nincs étel, ital, stb. Hideg, meleg, nem gond. Tehát annyi tudást képes felhalmozni, a világ összes tudását képes felhalmozni, érted? Egy lélek. Na most akkor onnantól kezdve kérdezném, hogy melyik a fontosabb? Én tudom, hogy mind a kettő fontos. Mert fontos a test. Nem létezünk emberként. De melyik a fontosabb? És melyikkel foglalkoznak többet az emberek? De szándékos is. Miért nem tanítják, ha már mondod, hogy szándékos, miért nem tanítják az iskolába, hogy a lelkünk hogyan működik? Mert netántán akkor foglalkoznánk vele. Nem, és megvezetni például. Így van. Meg nem
az legyen a legfontosabb, hogy minél több pénzt költsünk. Nem? Gazdagabbak legyünk. Igen, minél gazdagabbak legyünk. Így van, minél többet keressünk. Minél több pénzt keresni, hogy minél többet költhessünk. Akkor ezeket nem lehetne elérni. Nem lehetne elérni, hogy a fogyasztói társadalom működjön. Érted? Tehát akkor nem ez a világ lenne, hanem egy sokkal jobb világ. Mert miért ölik az emberek egymást? A hatalom és a pénz. Ez a kettő, érted? Ki legyen hatalmon, vagy kinek legyen több vagyona. Érted? Ezért ölik egymást az emberek. A kettő együtt. Így van, vagy a kettő együtt. És nem a háborúkról beszélek. A legtöbb gyilkosság miért történik, érted? Emiatt a kettő miatt. Lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és nem tudunk olyan dolgokat, ami megmagyarázná a létünk értelmét. Mi a létünk értelme? Ha megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy mi az emberi létednek az értelme, vagy mit mondaná? Kérem tőletek, várom választ. Mit mondaná? Tanulás, megtapasztalás. Ezt mondaná a legtöbb? De én a legtöbbet kérdem, a legtöbbet. Mit mondaná? Mi ezt mondjuk? De mit mondaná? Tessék? A legtöbb ember. A legtöbb ember. De a legtöbb ember. Nem, nem magunk. A legtöbb ember mit mondaná? Jól élve. Család, a ház, az autó. Azért, így van. Így van. Család, az élvezetek, az autó, igen, ezek. Ezt mondaná. Mi maradunk? Mind olyan dolog, ami itt marad. Így van. Na most gondold végig, hogy ugye mivel van egy halhatatlan lelked. Ugye ha itt hagyod a földi létet, akkor átkerülsz egy létközi állapotba. Jó esetben. Rossz esetben itt maradsz a bolygón. És akkor ez a rossz eset. Sokan itt maradnak. Sok-sok 10 millió, 100 millió lélek van a bolygón, akik itt maradtak előző életüktől fogva. És az miért történik, hogy itt marad? Ó, nagyon egyszerű. Két okból. Az egyik ok az, hogy fél a haláltól. A másik ok az, hogy nem tudja, hogy mi van a létközi állapotban, és ezért nem tudja, hogy mi lesz utána. Tehát ugye az az ember, aki tudja pontosan, hogy mit kell neki tenni akkor, ha meghal, az nem marad itt. Az az ember, aki fél a haláltól, az ugye megint csak kétféle dolog. Van, aki, képzeljétek el, azt csinálja, hogy álmába hal meg. És mivel az álomban nincs idő. Ő mikor meghalt, azt hiszi, hogy álmodik tovább. És végtelen ideig tudja ezt csinálni, képzeld el. És ő itt marad a lelke, és amit csinál akkor a lélek a földön, azt ő azt hiszi, hogy álmodja. Csak ugye abból nincs fölébredés, az a baj. Tehát tényleg azt hiszi, hogy álmodik. Mondom, amikor álmodsz, nincs időd. Az álom az időtlen. Korát álmodik, vagy 10 000 évet álmodik, ugyanannyinak tűnik számára. Érted? Csak annyi, hogy több az esemény. Tehát most gondold végig, és itt kóvályog, és azt hiszi, hogy álmodja az egészet. Ugye a másik, az, aki fél a haláltól, az ugye retteg a létközi állapottól, és minden, ami ott történik, ugye mi történik ott? Tehát ugye, ha valaki tudja, hogy mi történik, akkor fogja, és ugye elmegy a meghal,
akkor az azt jelenti, hogy át kell kísérni őt. Tehát innen elkísérik, meg kell várnia, hogy lejöjjenek érte, és elkísérik. Elkísérik, átkísérik ugye az alagúton, meg így néz ki gyakorlatilag, és az illető az távozik ugye a bolygóról, és ugye attól függ, hogy hova viszik, Mars vagy Marsba, vagy Vénuszba viszik, ez most részletkérdés, és akkor onnan születik újra majd az illető, és ugye ott egy létközi állapotban végigvizsgálja a saját, hogy majd mit kell neki megélnie, akkor egy darabig még van ugye a virtuális valóságban, és nézegeti, hogy milyen családban kellene újra születnie, ahhoz, hogy azokat megélje, kijavítsa, amit az előző életében elrontott, és megtalálja, nyilván az idő, mire megtalálja azt a családot, ezt nem egyedül csinálja, hanem segítséggel, és akkor megvan vennie magát, hogy ő újra születik, ennek van egy ódiuma, mert újra születés előtt kitörlik az előző életi tudást. És lényeg az, hogy a leszületik ugye tudás nélkül, azt a tudást elmentették természetesen. Mit jelent, ha elmentették? Ez azt jelenti, hogy mikor elérkezik az idő arra, hogy visszakaphassa, akkor az összes életének a tudását visszakapja. De addig ugye mindig törlik, amíg inkarnáció. Jó ez, hogy ilyen nyambat 61 éves tapasztalata van az embernek, az közben lehetne mondjuk 600 milliárd éves tapasztalata. Nulla. Hát ez a 60 év, az mi a 600 milliárd évhez képest? Igen? Mikor lenne kérdésem, hogy ilyen sok könyv van ebből a klinikai halál és egyéb témával foglalkozóan, és erre nem világított rá még egyik sem, mindegyik úgy tálalja pillanatában, ugye vár az ember, de automatikusan érkezik a kíséret, lejönnek. Nem így van? Hát ugye ez a lélek, amikor felszabadul innen a testből, igen, kiszabadul, akkor szabadon közlekedik a bolygón. Ami azt jelenti, hogy azok is szabadon közlekednek a bolygón, akik jönnek érte. Ezzel az a baj, hogy menekülhet a lélek. Tehát, hogy gyakorlatilag aki érkezik, az nem menekül. Így van. Tudja beazonosítani, hogy mi történik. Így van. Így van. Így van. Aztán egy idő után ugye feladják, mert hát maradja akkor. Így van. És ezért marad itt. És akkor honnan, tehát itt ez mikor végződik számára? Hát ha valaki elküldi, tehát valamilyen olyan ember érzékeli az ő jelenlétét, és az elküldi. És akkor a helyére kerül. És akkor kerül el a helyére, így van. Így van. És az azt jelenti, hogy elküldi, és akkor lejönnek érte, és akkor elviszik. Tehát ez a kettő összekapcsolódik, az elküldés, és a lejövés, és az elvitel. Tehát azzal, aki elküldi, azzal ugye értesíti a elvivőket is, hogy... Ezt csinálják egy dolgokat. Ráhatás esetleg, akik érkeznek érte az eltávozandó léleké, hogy egyetemülé teszik, hogy semmilyen bántó szándék nincsen, és nem kell menekülni? Hát ugye ő fél, tehát fél a haláltól. Tehát ugye ez a fő probléma, hogy ő itt félelemben van. Tehát ugye ő azt tanulta, hogy egy élet van, egy halál, és neked annyi, hogyha meghaltál, nincs is semmi, és akkor onnantól kezdve mi történik, az tele félelemmel van benne. Hát igen, így van. És a menekül. Így van, menekül. Menekül. Az egy szellemi kreáció, nem? Így van. Az egy nagy megvezető. Így van. Tehát ugye van a 4%-nak az lenne a dolga, hogy
hogy tanítsa az embereket arra, hogy ne más itt az az élet, mint amit valóban csak az érzékszerveinkkel érzékeljük. És igazából ugye ebből a 4%-ból ugye arra is kellene tanítani, hogy olyan fejlődési ívet írjon le az ember itt az életében. Tehát ne ezt a fejlődési ívet, vagy ne egy ilyen fejlődési ívet, hanem egy minél gyorsabb fejlődési ívet, ahol a nációba. Tehát az, és visszakerülhetnek abba a létformába, amiből jöttek. Mert ugye kétféle létformából jöttünk, a legtöbb ember egyféle létformából, ez az angyali, és a néhányan, ugye azok közül, azért néhány az azt jelenti, hogy nagyon lefelé eltúloztam, tehát összességében a bolygón nagyon sokan, néhányan. Viszont isteni létformából jöttek. Tehát nem angyali, hanem isteni. Tehát a mind isteni létforma az angyal is, meg az isteni is, de az angyali az a kezdeti isteni létforma. Más szintű. Más szint, így van. Jó, tehát ugye angyali létformában két szint van. Tehát két szint. És utána pedig már az isteni létformák van. Angyali is isteni létforma, hozzánk képes természetesen. Csak ugye azokat mi angyaloknak nevezzük, emberek. És a legtöbb ember az angyal volt, ugye előtte, mielőtt ide lejött. Jó, és de mondom, azért szép számmal vannak, csak viszonylag kevesen, akik isteni létformából jöttek. És ugye ez azt jelenti, hogy innen kellene visszatérnünk. Tehát ugye miért figyeltem, hogy feltetted a kezed. Miért jöttünk ide a földre, nem vissza, hanem ide a földre, eredendően. Ugye két dologból. Azért, hogy kipróbáljuk, vagy azért, mert segíteni jöttünk le. Mi az, hogy kipróbáljuk? Hát ott abban nem voltunk annyira elégedettek, és akkor lejöttünk kipróbálni. Érted? És ebben még annyira se vagyunk elégedettek természetesen. Mint azzal volt, hogy az előző életi tudás az el lett véve, és el lett mentve. Tehát az nem kidobott, az el van mentve. És hát ugye miért kellett ide kipróbálni? Tehát azért, mert itt nagyon rövid idő alatt, tehát az életünk alatt élünk meg annyi dolgot, amit ott fönt sok ezer vagy sok tízezer év alatt. Tehát egy élet ezt, mint oda fönt, nagyon sok idő alatt. És ezért ugye lejöttünk kipróbálni ezt, hogy megéljünk olyan dolgokat, amit fönt sok-sok idő elteltével éltünk volna meg. Persze ott nincs idő, de mégis van idő, ha megnézed. Nem így mérik az időt, hanem eseményről eseményre mérik az időt. Ott az esemény, tehát ott nincs, tehát ott valamit, ha elkezd, nincs olyan, hogy határidő, érted? Hanem majd akkor megcsináljuk, mikor készen vagyunk vele. De az nem azt jelenti, hogy lustákodnak, hanem nem feszülnek bele, érted? Hanem szépen, nyugodtan, békésen teszik a dolgukat, érted? És mert ott nincs olyan, hogy kifutunk az időből, érted? De nincs idő. Hát persze, most gondold végig, mit tudom, egy bolygót megcsinálnak mondjuk, év alatt, vagy 10 milliárd év alatt, nem, tök mindegy. Érted? Csak most mondtam valamit. Teljesen mindegy. Itt a Földön, hogy mi mennyi idő alatt készül el, abszolút nem mindegy. És ezért például itt ilyeneket is megélünk. És emiatt elkezdünk különbségeket tenni a jó és a rossz között. És határozott különbségeket kellene tudni tenni a jó és a rossz között. Mert ott ezt nem tanuljuk. Ott a határozott különbségeket tenni a jó és a rossz között, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag
évmilliárdok során akár rossz irányba fejlődhet egy lélek. Lásd Lucifer és csapata. És az azt jelenti, hogy akár szembehelyezkedhet a teremtővel. Lásd, milliárd lélek, lelkek vannak, sok-sok milliárd lélek van szembehelyezkedve a teremtővel. Azok a lelkek. És ugye, hogy ne legyen ez a folyamat, ne folytatódjon ez a folyamat, ezért ugye a lelkeknek, akik nem lettek gonoszak, azok a lelkek, azok itt a Földön megtanulhatják azt, hogy határozott különbségeket tudjanak tenni a jó és a rossz között, és a jó és a rossz különböző fokozatai. Hogy ha megtanultuk ezt a határozott különbségtételt, akkor mehetünk vissza. Jó? És addig, míg ezt nem csináljuk, addig inkarnálódunk. Jó, de ez az átlag ember. Tehát az a 4%, akiről beszéltem, ugye az tapasztal is természetesen olyan dolgokat, amit ott nem tapasztalt, de azon kívül ugye azért van, hogy segítse a fejlődésben, a szellemi fejlődésben. Tehát itt elsősorban ugye a gondolkodás fejlődéséről van szó. A szellemi fejlődésre. Jó, és ugye a mindenki, akinek van ilyen indítatása, ilyen szellemi, spirituális indítatása, ilyen önfejlődés indítatása, kicsit mögé nézni a dolgoknak, ez a 4%, ez mind az összes ember. Jó, és ott volt egy készfenntartás. Igen, ott a kérdésem, az anyukám meg, daganatos volt, hogy morfiumozták, és végül a morfium költe meg. Ami azt jelenti, hogy belealudt a halálba. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez ugyanazt jelenti, hogy belealudtam? Hát ha egy ember, ugye többféle tényezőtől, tehát ugye itt arról volt szó, hogy közvetítem a mikrofonban, hogy az édesanyja meghalt, és morfium, tehát olyan fájdalmai voltak, hogy morfiumozták, és ugye akik morfiumoznak, mármint morfiumozzák, azok úgy halnak meg, hogy gyakorlatilag belealszanak a halálba. És ugye, hogy itt ilyenkor hogy van a haláleset, ugye? Mindig az számít, hogy tudja egy illető, hogy mi lesz oda. Tehát tudja az, hogy a halál az nem egy rossz, hanem egy megváltás. Mert a halál egy megváltás. Na most ezt valaki tudja, és tudja ezt, hogy mi történik a létközi állapotban, tudja azt, hogy mi lesz utána a létközi állapot után, és akkor így megnyugszik, és azt mondja, hogy nyugodtan, békében megyek el, tudom, hogy nekem mi a dolgom, ha meghaltam, stb. Az egyik dolog. Másik dolog. Vajon csináltak-e szertartást, amikor meghalt? És odáig szokták valamikor csinálni a szertartást, legkésőbb a temetésig. Tehát a temetésen. Más nem a pap csinál egy szertartást, vagy valaki. Na most a legtöbb pap nem csinál, de van, aki csinál. Általában a reformátusok azok például jobbak ebben a téren, mint a római katolikus, bár én görög katolikus papotnál is láttam, hogy jól csináltam múltkor, mikor nem voltunk temetésen. És van-e szertartás, ahol elküldik a lelket? Nem csak a papok tudják ezt megcsinálni, bárki, aki ott van, onnan tudja, hogy meghalt, odáig, hogy eltemették, vagy akár utána a hozzátartozók közül, vagy a rokonok közül, valaki küldi el a lelket. Tehát megcsinálja ezt az elküldési szertartást. Vagy nem csinálja meg, érted? Na most itt ugye ez több tényezős ez a dolog. Akkor hányan vannak olyanok, akik nem engedik el a halottat? Az azt jelenti, hogy
hogy itt tartják. Jaj, miért mentél el, stb. Stb. Maradj velem, stb. Stb. Érted? És az alotta, vagy stb. Az elhalt lelke az itt maradt. Eléggé összetett ez a kérdés, hogy mi történt, és mi szoktunk úgy temetéseken részt venni, nyilván nem csak résztvevők vagyunk, hanem konkrét okkal vagyunk a temetésen, mert meghalt egy ismerős vagy egy hozzátartozó, hogy utána nézzük, hogy az illető... Mert ugye a halott az mindig ott van a temetésén, ha csak már el nem ment. Tehát, hogyha a földön van, még tudni, hogy ott van a temetésén, abban biztos. Mert hogy vajon az a halott az ott van-e, vagy nincs. Mármint az elhalt lelke, nem a halott az ott van, mert a teste ott van. Vagy a hamva az ott van, hanem a lelke ott van ez. És a jó esetben már nincs ott. Rossz esetben ott van, akkor azt szoktuk, ha mi ott vagyunk, akkor el is küldjük, ha a pap nem csinálja ezt meg. Szóval a lényeg az, hogy ugye az a lényeg, hogy ne maradjon itt a lélek, hanem az a dolga, hogy itt maradjon. De mi a halállal kapcsolatban, sőt, megnézed, alapvető félelem a halált. Főleg itt a nyugati társadalomban halálfélelemmel indul az ember félelme. Na most onnantól kezdve az emberek, ez a halál kérdés, ez az emberek számára egy ilyen nagyon misztikus, egy ilyen nagyon, nagyon elvont, nagyon félelmetes dolog, érted? És ne is foglalkozzunk ezzel a több embernek. És úgy, hogy hát minek vele foglalkozni, mikor úgyis semmivé válik. Minden, semmik voltunk előtte, utána is semmik leszünk. És ez egy borzalmas dolog, mert ezáltal a saját magukat állítják meg a fejlődésben a lelkek. Hát onnan indul minden, hogy miért vagyunk itt. Tehát a létünk az nem céltalan, és a testünknek nyilván az a feladat, de a lelkünknek nem az a feladata, hogy túléljünk, mert a lelkünk az halhatatlan. Na most onnantól kezdve annak nem kell túlélni, mert az halhatatlan. Ami időtlen, annak nem kell túlélni. Érted? Annak kell túlélni, aminek ideje van. És itt az emberek küzdenek a túlélésért, érted? És közben van benne egy halhatatlan lélek. Szóval ez csak a kérdésre a válasz. Nem tudom, ugyanis eléggé majdnem bigott katolikus vallásom voltak a szüleim. Ugyanakkor meg az anyukámnak volt legalább több évtizeden keresztül egy halálvágya. Tehát ugye a katolikus vallásban hát ugye olyasmi tanítás van, elnézést, hogy föl kell üsz a jó Istenhez. Ugye ez már van, mert erről a pap szokott beszélni. Egy mondatot, ennyi. De konkrétan, hogy mi, erre meddig, hogy majd minden ember feltámad. Igen. És hogy? Csontvászként vagy hogy? Ez a többibe is megvan most már. Mm-hmm. Igen. Judeóban is. Igen. Hogy? Csontvász? Tehát emberként nem tudunk feltámadni. Föltán tudnánk támadni lélekként, érted? Egy másik új testbe. De ott azt mondják, hogy kikelnek a sírba. Hát a zombi. Más, érted? Mert a kukacot megették. Vagy elhamvasztották. Vagy elhamvasztották, mondjuk az elhamvasztott, hogy tér vissza. Már egyre többen hamvasztásra mennek el. Érted? Hogy jön vissza? Tehát olyan hülyeség ez úgy, ahogy van. Tehát ez van hihetetlen, és gondold végig, tehát a lélekről gyakorlatilag nem sokszor.
Hát a római katolikus vallásban főként nem. Mondom, görögben hallottam már ilyet. Reformátusban még inkább, de a romaiban ott nagyon nem. És akkor itt beszélnek Szentlélekről, meg ilyenekről. Meg hogy fölmegyünk Istenhez, hát most képzeld el, akkor szegény Isten körül mennyi ilyen elhalt lélek lenne már itt a föld történetében, érted? Hát nincs akkora tér, amikor akkora baromságok, amit ebben kapcsolatban mondanak. Tehát az ember logikusan végig gondolja, akkor rájön, hogy ezek nem igazok. Na és, tehát lényeg az, hogy a halottnak nem itt a földön, az elhalt ember lelkének nem itt a földön van a halál után dolga, hanem ugye a létközi állapotban. És ott ugye azért, mert kiértékeljük, ha egy lélek elmegy és nem tudja kiértékelni a saját életét, akkor mit tanul belőle? Semmit. Az ég adta világon semmit. Tehát abból tudunk tanulni az életünkben, amit kiértékelünk. Amit nem értékelünk ki, abból nem tanulunk semmit. És ugye egy olyan lélek, amelyik csak itt kóborol, és de mit csinálnak a kóbor lelkek? Na ez a legfőbb probléma, hogy a lelkeknek szükség, tehát minden léleknek energiára van szüksége, mivel energia lény. És az energiája fogy. Tehát minden léleknek elfogy az energiája, ha nem töltödik. Ez olyan, mint az elem, érted? Ha az elemet nem töltöd, a tölthetős elem. Nem töltöd, akkor előbb-utóbb lemerül teljesen. Érted? Tehát a lélek akkor tudna elpusztulni, hogyha energia. Mert egy energia lényről van szó. Tehát ha teljesen kimenne belőle az energia, na akkor pusztulna el. Ami azt jelenti, hogy akkor visszakerül az energia a teremtőhöz. De talán ennyire ostobák nincsenek a lelkek, hogy addig merüljenek le, ameddig teljesen elfogy az összes energiájuk. Ezért azt csinálják, hogy rátelepülnek emberekre. És onnan szívják az energiát. És ugye elsősorban kikre szoktak rátelepülni, ha még él a hozzátartozó, akkor a hozzátartozókra. Hát az kézben van. Lehet, hogy még a hozzátartozó ott is lakik, ahol ő lakott. És innentől kezdve természetes dolog, hogy az a energiaforrás, akit itt hagyott az illető. Nem egészséges lelkületű, hanem jó hangulatú ember. Tehát egy jó hangulatú emberre nem tud. Mert eltaszítja magától, mert ugye akkor települnek rá, mikor már lemerülőben vannak. Tehát nem abban az első 40 akárhány napban, amennyit itt eltölt a lélek, vagy el kell töltenie 42-49 napot, vagy a közt. Illetve hát van, akik sokkal előbb elmennek, de nem arról az időszakról beszélek, hogy ott merül le, hanem itt az évek során. Lemerül, és akkor utána rátelepszik valakire. Vagy már eleve nem volt magas rezgésű az illető, és ezáltal a lelke sem volt magas rezgésű, és ezáltal ugye már viszonylag hamar kell töltekezni, de akkor sem ebbe a 42 napba. Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy a családomban van olyan, aki kóm. Szabb ideig? Három napig kómában. Viszont teljesen megváltozott a személyisége, miután visszajött a kómában. Ugye amikor a... Nem azonnal, hanem folyamatosan, és így váltakozik az eredeti és a másik. Amint kómába kerül valaki, akkor a lélek szabadon kijöhet a testből, és szabadon ki... Hát szabadon közlekedik. Hogy az alvásnál nagyon sok ember lelke kilép a testéből. Tehát az, amit akkor esetleg megél lélekként, az nem biztos, hogy
álom volt, hanem az egy valóság volt, csak lélekként volt valóság. És ezért ugye ezért van sokszor az, hogy ilyen déjà vu érzése van az embernek, mert lélekként kilépett a testéből, mikor aludt, és már bejárta azt a megy, és mintha én már itt jártam volna. De azért tudja ezt, mert a lelke az már valóban jártott. És ugyanez a találkozásoknál is sok esetben, hogy találkozik valakivel, és akkor ilyen déjà vu érzése van, hogy én már valahol találkoztam. Mert lehet, hogy tényleg találkozott, mert lélekként már elte azt az illetőt, így van. És ezért van ugye vele kapcsolatban olyan érzése. Na most, ha valaki, mi volt még a kérdés? Ja, kómába. Tehát a kómás ugye akkor jön ki a kómából, hogyha a lélek az vissza akar belemenni. Tehát addig, míg a lélek nem akar, jól érzi magát a testen kívül, Hát addig kóma van, így van. Sajnos. Így van. És mitől változik meg a személyiség? Hát attól, hogy olyankor találkozik olyan teremtményekkel, tehát olyan lelkekkel, isteni lelkekkel, akikkel tud kommunikálni. Nem tudott. És ott megmondják neki, hogy mit, hogyan kellene csinálnod. És mitől lesz negatív gondolkodású, meg? Sokszor depresszió. Hát akár olyan lelkekkel is találkozhatnak, persze. Befolyásolták. Egy megszállottság létrejöhet ilyenkor, hogy plusz bekerül valaki? Nem. Nem, olyan nincs? Olyan nem, mert nincs energiája a testnek olyankor. Tehát éber állapotban történik. Alva is, de az azt jelenti, hogy komában nem, mert hát nincs energia. Nincs mit szívogatni. Hát akkor ugyanaz a lélek jön vissza, egy negatív találkozás. Negatív találkozás, vagy egy negatív befolyásolás következtében. Uh-huh. Tehát ki tudja, milyen lélekkel találkozott. És akkor fél valamitől, akkor azt jelenti, hogy azt vett át. Uh-huh. Tehát a szokásaiból megjelennek a félelmek, meg nem törődémségek, vagy lehetett addig egy rendezett körülmények között, és utána lehet egy nem érdekel körülmények. Így van. Akkor jól vett át egy olyan mintát? Hát ugye ott a lélek még kín van, neki megint csak nincs idő. Tehát mit tudom én, ez a kóma mondjuk egy hétig tartott, csak most mondtam valamit. Vagy három napig tartott. Akkor ugye neki időtlen a... Nagyon sok találkozást le tud bonyolítani ott. Hiszen olyan lényekkel találkozik, akikkel előtte nem. Ja, nem egy kérdésem, hogy ilyenkor szellemcsere nem történhet? Valami? Hát nem valószínű. Nem valószínű, hogy helyette egy másik. Tehát másik lélek szállja meg. Megszállás nem nagyon. És ilyenkor hogy lehet egyáltalán egy segítséget, Miklós, mert se orvosok, se pszichiáter, senki nem tud segíteni. Hát orvosok nem is tudnak segíteni ilyen dolgokon, sajnos. Hát ugye ilyen esetben azt kellene neki megérteni, mert valószínűleg nem emlékszik arra a három napra. És azt kellene megértenie, hogy ilyenkor mi történhetett vele. Tehát, de emlékszik mindenre, nem? Az életére? Teljesen emlékszik, csak bejött egy, képzelj el egy olyan lányt, aki egy rendkívül ápolt egy idővel romlik, és akkor mint a hajléktalan, és a ruha se számít a környezet se, szemétfelhalmozás alakát. Egy elképesztő negatív irányt vett, fordulatot vett a személyiség. A mondod, nincs is igényére. A környezetére való igény. Zaklatásnak ez. Uh-huh. Esetleg utána nem szállta meg. Hát az lehet, hogy van rajta
akár nem is egy lélek, mert ugye állapotú embert. Szóval lehet levenni? Hát vannak olyanok, akik ilyennel foglalkoznak, szellemlevétellel. Nem fő foglalkozásban. De ez nem egy fő foglalkozás. El se ismeri. Nem. Vagy egy másik kómával. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy olyan embert kell megkeresni, aki ebben tud segíteni. Tehát vannak ilyen. Mondjuk. Hát az iparágak, az túlzás. Azok már bizniszek. Azok a lehúzók. Ja, arra gondoltál? Ne, én nem arra gondoltam. Akik, olyanokra, akik tényleg értenek hozzá. Még nevet is tudnák mondani, csak nem akarok bíróságra járni. Mondjad. Pedig annyira ragaszkodott hozzá, hogy csak meg ne halljon, hogy utána egy olyan roncsot kapott vissza, akit nem lehet felismerni, még külsőre sem. Tehát én pár év után láttam, és mondtam, hogy ki ez az öreg ember. Semmilyen életerő nem maradt benne, és ő el akart menni. Tehát ő nem akart tovább élni. És lehet, hogy ez a hölgy is úgy van vele, hogy ő ott ki akart lépni, csak valaki itt tartotta, hogy az kedvéért maradt. Vannak olyan emberek, akik ugye átmennek a másik oldalra, tehát egy rövidebb ideig át vannak, és ugye visszatérnek, és ugye általában vagy visszaküldik, vagy visszahozzák. Tehát a visszahozzák egy ember hozza vissza, a visszaküldés az pedig egy szellemlény. És amikor valaki visszajön, vágyódik oda-vissza, ahonnan visszajött. És akkor ezáltal gyakorlatilag már nem úgy működik, mint előtte, hanem elkezdi a leépülést. És hogy minél hamarabb meghaljon, és visszakerüljön. De ugye tudják azt a lelkek, mert lehet, hogy erről is kaptak információt, hogy öngyilkos nem lehet. Mert az öngyilkolás, most öngyilkolást csinál valaki, vagy más gyilkol meg, ebből a szempontból mindegy, gyilkosság. Tehát ezáltal ugye ő nem öngyilkolhatja le magát, hanem hogy minél hamarabb visszakerüljön abba a létközi állapotba, ezáltal ugye eléri, hogy minél hamarabb föladja a szervezete, tehát a teste. De ahhoz, hogy valaki vissza tudjon állni az eredeti, ez ahhoz őnek is kell akarni. Mert ha ő nem akarja, vagy beletörődött abba, hogy neki ez így jó, tehát jön most az a bizonyos, jó ez így, nem érdekel, akkor az egy nagyon nehéz, akármilyen szellem van rajta még, vagy lélek. De ahhoz neki is kell az a szándék. Hát ugye itt is arról ugye az van szó, amit mondtam, hogy ő mit akar, tehát vissza akar kerülni, vagy nem akar visszakerülni, és ha nem akar visszakerülni ebben az életében, tehát ebben a létformában, az emberi létformában tesz azért, hogy ne kerüljön minél hamarabb oda-vissza. De amikor olyan állapotban van valaki, hogy ezt el lehet neki mondani, hogy és akkor még mindig ellenkezés van, akkor van egy érdekes helyzet. Hát annak lehet segíteni, aki kéri, és aki hagyja. Ugye, mert nem lehet változtatni. Soha. Hát olyat lehet csinálni, hogy lehet befolyás. Mikor a legfogékonyabb, az alvás időszakban. És akkor más személyek befolyásolhatják az ő időszakát. Tehát az alvás időszakban erre a legfogékonyabb az ember. Fogékonyabb, mint éber állapotban. Főleg, hogyha valaki egy ilyen működésű. Akkor mit tudom én, mondjuk, ha éjszaka alszik, és te éjszaka fölkelsz, fölébredsz, és akkor tudod őt, az ő gondolkodását befolyásolni. Tehát, hogy azért, hogy változás tudjon létrejönni.
Tehát az azt jelenti, hogy rendszeresen minden nap ezt a befolyást meg kell csinálni, hogy az illetőben változás jöjjön létre. És addig kell csinálni, míg ez a változás létre nem jön. Mert ugye a változással szemben ő neki lehet ellenállása, akkor nehezebb elérni a változást, de nem lehetetlen. Illetve ha nincs van ellenérzése, illetve ellen gondolatai, akkor könnyebb a változást elérni, tehát hamarabb megtörténik. És egy alvás közben hogy lehet ezt végrehajtani? Hát ezt úgy lehet végrehajtani. Úgyhogy erről gyakorlatilag nem tud róla. Na így van, az a jó, hát az a jó, persze, akkor kell csinálni. Tehát ez úgy működik, hogy a lelkünk, az, illetve nem a lelkünk, maga az ember, alfa frekvenciára ez egy. Azaz révül. Így van. És ezt az alfa frekvenciát, ezt lehet ugye generálni, létrehozni, hogy még fönn vagy, és nem alszol, de már nem vagy aktív állapotban, tehát ilyen elalvás előtti állapot. Ugye csak ezt fenn kell tartani, ezt az állapotot. Ugye ez gyakorlással fenntartható ez az állapot. Tehát minden ember egy nap kétszer van alfa állapotban, közvetlen elalvása előtt és közvetlenül felébredése után. Itt egy kérdés van, hogy mennyi időt töltött el. És ugye ezt lehet megtanulni, hogy az ember időt tudjon eltölteni ebbe az alfa állapotba. Na most ez az alfa állapot, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon fogékony állapot, vételi és küldési szempontból egyáltalán, mind a kettő szempontjából. Tehát könnyen adsz át információkat. És ebben az alfa állapotban lehet azt csinálni, hogy egy alvó embert befolyásolni. Rendszeres, ugyanazt a befolyást kell generálni rendszeresen. Ez hogy én gondolatilag kivetíti a másikra? Nyilván nem tud róla, mert a székhelyre mondanád, akkor elhatárolódna. Tehát gyakorlatilag úgy csinálod, hogy elképzeled, hogy minek kell létrejönni. Így van, a befolyásolónak, és arra ösztönzöd őt, hogy azt csinálja. És miközben alszik a tudatalattiában. Így van, így van. És akkor elképzeled őt azt, hogy ott alszik, és közben fogadja be a te gondolataidat. És ő erről nem tud? Nem tud, nem kell, nem is kell tudnia. Jó esetben ez mennyi időt keresztül kell ismételni, mire már én még észre lehet sem venni rajta. Hát jó esetben ugye a legjobb eset az egy alkalom. Tehát egy alkalom. Azt jelenti, hogy hónapok. De tehát azt mindig az ő lefekvését kell figyelni, mert honnan... Nem a lefekvését, alvás. Tehát igen, lehet egy, tudni, mikor alszik. Lehet egy olyat csinálni, hogy kéred abban a segítséget, hogy akkor ébredj föl éjszaka, amikor ő erre a legfogékonyabb. Uh-huh. Tehát akkor te kéred magad felé. Így van. Mert ő nem fogadni. Így, nem, nem tőle, magadtól, így van. Hogy akkor ébredj föl, amikor ő erre a legfogékonyabb, és akkor fogsz fölébredni. Neked az üzenet, hogy most. Így van, fölébredsz, és azzal, hogy fölébredtél, tudod, hogy most az a dolgom, hogy küldjem neki az üzeneteket. És mi lehet az a mozgató, hogy az ilyen, például ebben az esetben, amiben most tudunk, az folyamatosan mászkál, tehát nem akar aludni. Lehet, hogy a tudatalat fél is ettől az alvást, hogy alakul. De éber állapotban van olyankor, mikor fönn van? Éjszaka van. Fönn, amíg ki nem világosodik, és akkor mer el aludni. Hát valamit kaphatott azon az elmenetelen. Hát valami félelmet. Igen. Valami nagyon rosszat ment keresztül 3 napon. Igen. Hát valami olyan dolgokat érzékelt ott. Lehetett még szerepe az, hogy az illető kóma után még fél évig ugyanazon a kórházban volt? És a kórházban nagyon sok pozitív nem ér. Olhatta a esetleg halálesetek, amit látott. De ugye az a baj, hogy az illető nem emlékszik, ugye, hogy mi történt ott abban az időszakban.
És ebből adódik az, hogy ott nem is érdekli a saját maga állapot, a küllemese, meg a gondolkodása se. Arra viszont emlékszik, hogy mi volt ott még abban a hónapokban, esetleg halálesetek, esetleg szenvedések, stb. Stb. Ezáltal ugye kialakulhatnak olyan félelmei. Hogy lehetne segíteni, hogy elmondja azt a emléket, és hogy elmondja azt, ami... Tehát föl kellene tenni neki egy kérdést, hogy mennyire vagy elégedett ebben a helyzettel, amiben most vagy? A válasz az, ne idegelj, ne zaklass meg, ja, hagyjál már. Ismerem kitérés. Az illetőt, tehát azért. Tehát rögtön kitér, azonnal. Ezt, hogy ennyit kérdezni, hogy mennyire vagy elégedett azzal, amiben most vagy helyzet. Ebben az élethelyzetben, amiben vagy. És azt mondja, hogy hát nem. Mert ugye ez kell. Uh-huh. És ha lenne megoldás arra, hogy visszatérje a régi énethez, az érdekelne? Na, itt már vagy kétségem lesz, hogy erre válaszol. Na, hát, mert ettől függ az egész. Persze. Na, nélkül nem megy? Nem. Hát, ha valaki... Tehát, ha gyógyítunk, ha valakin segíteni akarunk így ilyen mentálisan, ha ő ellenáll és ellentétét akarja, akkor hiába az egész. Tehát egy olyan ember gyógyítani, aki meg akar halni, gyógyíthatják. Tehát most nem csak az, nem orvosokról, hanem természetgyógyászokról beszélek. Azért, nem tud az egészségügy gyógyítani. Tologatja ide-oda, reszeljet viszont egy másik állapot, egy másik persze, betegség. Persze. Tehát ők a tünetet gyógyítják. És ha mit tudom, az a tünet, hogy mit tudom, ott van apám példája, hogy kiveszik a lépét, hát akkor majd megbetegsik más része, hát ennyi. Mert ő nem akar meggyógyulni. Így van. Mert az ő szándéka, mint mindenben, az a döntés. Így van. Nincs abban az állapotban, mert anyag, meg az a szándékod azért jó lenne, jobb lenne, abban a pillanatban meg tud valósulni az a kontaktfelvétel, hogy már hogy, az már nem kell belevenni, azt már neked kell tudni. Így van, tehát kulcskérdés, hogy az egyén mit akar. És ott már alhat. Így van, tehát az egyén mit akar. Ha az egyén akaratával szembe megyünk, na úgyse tudunk semmit csinálni. És szerinted van abban összefüggés? Mit látsz te, amikor is, hogy én most nyilván mennyit számít a léleknek, hogy azt a testet nem adják meg a módját, hogy visszakerüljön oda a földbe, hanem rögtön elégetve. Tehát ez nem ugyanaz a tradíció, aminek hát, sokáig volt. Mert ez az égetés, ez nem volt. Hát... legalábbis nem jellemző. Várjál, ha nagyon visszamegyünk a múltba, akkor égettek. Azok égettek, és a halottaikat nem eltemették, nem az elmúlt 2000 évről beszélek, hanem az előtti időszakról. De ott még benne volt a szándék, hogy miért égettem, mert tudta, hogy ezzel jót tesz. Ma meg az elégetés egy eltüntetés, egy lefedés. És az a halott, amiket úgy égettem el egy márkát, hogy megvan az a maga rituálja, tehát megvan hozzá a szertartása. A tűzbe, hogy ne legyen bizonyíték, hogy mit jól került abba az állapotba. Na, annak a léleknek ez mi a különbség? Óriási a különbség. Hát a lélek ebből hogy tud kikerülni? Mert tehát a félelmet, a eltüntetés, a nyomok, vagy pedig az őseinkhez, vagy a szertartásaikhoz ragaszkodva, tisztességgel megemlékezve, elküldöm az őseihez. Ugye Indiában megnézzük, ott még mai napig is ugye elégetik a halottakat, és az indusban elégetik vele. Tehát ami azt jelenti, hogy most gondoljátok végig, hogy itt az elmúlt év milliókban, másfél millió, hány ember halt meg? Tehát ugye volt eleve, hát így van, volt eleve előttünk hat emberiség. Na most
gondoljátok végig, hogy hány milliárd ember, ha eltemették volna, akkor nem lenne már egy talpalatnyi hely, ahova lehet temetni. Így van. Így van. Tehát ami azt jelenti, hogy az égetés az része volt ugye a múltban is a temetésnek, csak az volt a legfontosabb, hogy legyen egy szertartás. Tehát amikor valaki meghal, akkor legyen egy szertartás, ahol a lelket akkor például úgy halnak meg a lelkek, hogy utána nincs meg a test. Nincs meg, hogy kié. És akkor berakják egy tömegsírba. Vagy fogják, aztán elégetik a rengeteg testet, mondjuk egy háborúkor, hogy ne fertőződjön. Vagy tömegsírba berakják. És nincs az a lelkeknek szertartás. És akkor elmész egy olyan helyre, ahol volt egy csata mondjuk, és rengeteg lélek van ott még mindig, akár ezer év óta. Ezer év óta, képzeld el. És ugye mit vesznek csak észre az emberek ebből az egészből, hogy akik azon a környéken élnek, azok ilyen balsorsúak. Így van. Tehát betegesek, rossz hangulatúak, hamar meghalnak, nincs elég energiájuk, nem úgy alakul a... Mert rengeteg lélek van ott, akit nem lett elküldve, érted? Ez még egy vágóidnál is megjelenik ez a probléma. Állatok esetében? Igen, azért, mert az ember lelketlenül öli. És az ő lelketlensége benne biztos, van. Biztos, hogy van ebben, persze. Biztos. Mert, hogy na most gondoljátok végig, egy háborúban meghalt mondjuk 5000 ember, érted, egy csatában, most nem egy második világháborúról beszélek, ahol sokkal több is akár, hanem egy régi háború. És mit szólsz ahhoz, amikor mai elképesztően megvezetett ember, meg a másik, aki nagyon magas tudással, de igazából tönkretevő, akik irányítják ma a bolygót, egy atomháborúval hal meg ott nagyon sok ember, ahol a lélek az nem tud fölkészülni, ott egy villanás van a hőre, mindenre is kész. Fény, hő, és megsemmisült. Most annak a léleknek hát megszűnik az... a test, erről beszélek, igen, hogy az ott mi lesz? Nem tudják, és nincsen küldve, ugyanaz. Nagaszak, egy mohendos zsáróban, mi még sugár. Elküldve haladtak, ha csak nem, ugye a japánok azért elég jól így van, és tudták ezeket a dolgokat, és biztos, hogy megcsinálták. De akkor el tudnak menni. Akkor. Így van. Így van. Igen, igen, ez fontos dolog, és ezt látom a mai nagy problémának az elmúlt éveknek, hogy fogják, és azonnal eltüntetik, sőt, mint egy olyan szintre eltüntetik, hogy a hozzátartozó se tud róla. Na most, hogy utólag lehet azt a szertartásra reprodukálni vissza az eredeti állapotot, hogy a léleket, hogy ez egy kérdés. Hát a szertartást utólag is meg lehet csinálni, ezért csinálják meg, persze. De akkor viszont meg kell csinálni? Meg kell csinálni, így van. Tehát tök mindegy, hogy elég hátsó szándékkal tették el, szüntették meg őt, mint test, de ha visszakapja, mint egy urnába, vagy egy dobozba, akkor van lehetősége helyre tenni. Így van. A hozzátartozóértőnek. Van egy ilyen film, ez a Spanyolországban van az a vallásosoknak. El Camino című film. Azt nézzétek meg, pont egy ilyenről van. Szóval, hogy ott halt meg a fia az El Caminón, és akkor utána végigcsinálja az apja az El Caminót, és viszi magával a... is úgy volt, hogy pont a hamvait kapta csak meg. Tehát lényeg az, hogy például mondjuk valaki repülő balesetben meghal, és nem találják meg a holttestét, ugye számos ilyen példa volt, hogy valakinek nem találják meg a holttestét, akkor ugyanúgy a szertartást meg kell csinálni. És mi van akkor, hogyha megvan az urna, vagy az a doboz, vagy az a edény, megcsinálják a szertartást, akkor miért őrzi meg? A szertartást vissza kéne adni. Nem, akkor persze, el kéne engedni a folyóba természetesen.
De ha én megcsinálok egy szertartást, vagy pláne nem csinálja meg, hogy őrzi, gyakorlatilag ő dobozolta be. Hát az azért őrzi, persze, mert ő nem engedte el. Így van. Hát ez sok ember, pont a tudatlanság, és ezért jó, hogy mondod ezt, mert pont a tudatlanság hozza azt, hogy csináld meg, és azt az edényt helyez kívülre a tetteredből. Persze, nem? Persze. Csak hát olyan. Ugye még van, aki azt is kitalál, barba, helyetted, ha meghalok. Tehát nem temetőben, hát ez se szabad. Nem. Ez se szabad. De hogyha akkor a hangasztott pol bent van kúrvába, és lent a földbe, az jó? Ilyenkor, vagy legjobb ilyenkor? A földre engedni. Hát az a legjobb, hogyha az el van szórva, persze. Vagy a folyóba, ami szeretet. Például, ami ahol a szeretet járni. Igen. Nem? Az a legjobb. Ó, szeretett ő még életében járni, ott kell elengedni. Valaki jelentkezett. Igen, én. Jelentkezett előbb, döntsétek el. Nem, csak ehhez kapcsolódik pont, tehát nekem is, hogy valamiért van egy ilyen rossz érzés, hogy be vannak zárva a urnába, és akkor be van egy ilyen betonba téve, és ott nem lehet érintkezni, visszaadni a természet anyának, visszaadni a földnek, mintha a föld is abból ha rá. Igen, hogy vissza kéne adni szerintem a földnek. Hát ugye mostanában már olyat is csinálnak, hogy bezárják, tehát ami azt jelenti, hogy végig van forrasztva. És abban van benne a hamu, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha föl akarod bontani, úgy kell szétvágni, hogy fémbe beforrasztva, nem a fa? Persze, nem, a fémbe beforrasztva. Így van. Ilyet láttam, így fogtam a doboz. Így van, és be volt forrasztva fémbe, és a fémet rakják még abba a porcelánba. Persze. És mi van akkor, mi vagy velük? Tehát a program. Így van, a program. Yeah. És hogyha később történik meg, tehát az urnát mondjuk évekig őrzik, mert családi okok miatt már nem tudnak megegyezni, meg van ilyen probléma, és akkor utána addig ezzel módosít meg. Ez hát ugye most volt egy ilyen példa. Elszólják mégis, tehát végre. Van ilyen példa, nem egy, de azért mondom, hogy egy példa van, mert egy esemény. A bizony a Covid idő alatt volt. A Covid idő alatt rengetegen nem temették el a halottukat. Ami azt jelenti, hogy el lett hamvasztva, és utána hazavitték az urnát. Azért nem temették el, mert nem tudták összehívni a rokonokat, stb. Érted? Meg nem mentek össze, nem, hogy ezért nem temették el, és ezért van, aki egy-két év múlva temette el csak a halottját. Nyilván nem koporsóba volt ott nála, hanem ugye el volt hambasztva. És akkor mivel nem volt meg a szertartás? Hát lehet, hogy akkor csináltak szertartást, amikor ugye a temetést megcsinálták utólag. Mert általában utólag megcsinálták, mikor ez a mizéria elmúlt, de egy-két évet akár ott volt a hambai, mit tudom én, a vitrínbe. Akkor akit nem búcsúztatnak el, az addig nem is tud-e balét közé. Egy esetben nem, nincs ilyen probléma, ha egy olyan ember, aki tudja, hogy mit kell csinálni a meghalástól, akkor azzal nincs gond, az elmegy magától. Azt nem kell elküldeni. Csak azt kell elküldeni, aki nem tudja, hogy mit kell csinálni. És azt már pedig itt a nyugati társadalomban a legtöbb ember nem tudja, mit kell csinálni. És itt is működik ez a 4%? Hogy mit kell tennie, vagy mi történik? Hát, ez kevesebb. Ez kevesebb. Persze. Kevesebb, mint 4%. Most tudnál arra mondani valamit, de azért sokan nézik majd most, meg fogják nézni, hogy például egy, akinek meghal egy hozzátartozója, hogy lehet úgy szertartását, hogyha nincs a környezetében olyan, aki ezt tudja, te mit tudnál javasolni, amit mindenki meg tudna ejteni. Ezt mindenki meg tudja csinálni a következőt, hogy teljesen is... elképzeli az illetőt lélekformában, tehát... Fénygöm. Hát nem feltétlenül, lehet mint embert is elképzelni, de lehet lelket is, a fénygömböt is, és felküldi a fénybe.
és mennyi békével, neked itt már nincs dolgod, itt a földi létedben távozzál, menj föl a mennyekbe, az égbe. Jó, és akkor elmegy. Jó, ez csukott szemmel. Én úgy küldtem el az édesanyámat, hogy amikor ott voltam mellette, és elmondtam neki azokat a dolgokat, amik problémák voltak, és hogy én ezt én megértettem, hogy mit miért tett, és ezt én mind elmondtam neki, és mondtam, hogy itt az idő, és köszönöm, hogy megvártál, de itt az idő, hogy távozzál innen. Téged. A papa fent vár, és néz a fény felé, és meglátod, hogy milyen csodálatos lesz. És abban a pillanatban láttam, mikor a lelke kilépett a testéből. Tehát ugye az a baj, hogyha a mondókánk van, hogy nem hallják a többiek, csak, így van, csak azok, akik itt vannak. Én kérdést azt közvetítjük, de ugye akkor, ha valaki csak beszél, akkor ugye azt a többiek nem hallja. Mert nincs mikrofonod. Mert a kérdést azt közvetítjük. Meg ugye sokszor nem is kell közvetíteni, mert a válaszból ugye hallják, hogy mi lehetett a kérdés. A kérdésem az lenne, hogy a temetőbe, a sírhoz, a megemlékezés, a járás az jó vagy nem? Tehát, hogy azért meg gondozni kell a sírt, ezért jó. De más értelme igazából nincsen. Tehát figyeld, mivel ugye az a te tulajdonodban van gyakorlatilag egy síremlék, ezért ugye gondoskodik róla az ember. Persze, kötelességgel gondoskodni róla. De egyébként semmi értelme nincsen, mert nem az a lényeg, hogy hol gondolsz az elhaltra, hanem azért lényeg, hogy gondolsz rá. Jó? Egyszer, ugye ott van az a sír, hát arról gondoskodni kell, arról a sírról, mert más nem fog gondoskodni. Ha csak nem, már vannak olyan szolgáltatások, hogy gondoskodnak a sírról, ha fizet évente, mit tudom én mennyit. Ennek azon a hátterében én nagyon sokszor beszélek arról, ez pont amikor volt most október vége, november, hallottak napja című rész, amit mindig megszoktam hallgatni. De általában az a véleményem, hogy a sírkertekben, hát ez általában egy hagyományt is folytatsz, ami már tradíció lesz, de ez a tradíció nem minden esetben pozitív, mert kétszer karcolod meg magad, egyszer anyagilag, mert jól levesznek, másodszor meg érzelmileg, pedig már nincs is ott az illető. Mert amiért te kimész, az gyakran ott megy el veled. Megsétáltatod, és hazaviszed. De nem történik benned semmi, de egy érzelmi problémát okozhatsz magadnak, és össze is szeded. Mert nincs ott senki. Még egy harmadik, hogyha rossz... Ezt akartam mondani, de megint mondod, és nem hallják. Tehát ugye pont ezt akartam mondani, hogy kimegy az ember, ugye ott elérzékenyül, ott sírdogál, kína. Így van, legyengül, pontos, energetikailag legyengül, és akkor hazamegy egy elhat lélekkel. Úgyhogy király. Király. Erre mondják, hogy hullatúr. Igen, az hullatúra? Hullatúr. Kérdezzetek. Csináljunk szünetet. Csináljunk egy szünetet. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Köszönöm.